Neked ez egy ilyen klasszikus feltöltődő hét, hétfőn év vitorlázójának választottak, nagy ünneplés, pár nappal később a testnevelési egyetemen díjakat adtál át, díjat vettél át a ranglista díjkiosztón. Mennyire van szükséged az ilyen eseményekre? Hát úgy gondolom, hogy ez minden évben igazából a magyar vitorlázás ünnepe, ahol felemlékezünk és megemlékezünk azokról az eredményekről, amit nemzetközi szinten hoztunk. És azt kell mondjam, hogy ez megtiszteltetés, hogy én is ehhez hozzátettem, és látván azt, hogy az ifjúság is nagyon jó úton halad, igazából örülök, hogy ennek a részese lehetek. Figyeltelek téged, és jó volt azt látni, hogy mennyire benne vagy ebben a magyar vitorlás társadalomban. Tehát te nem az vagy, aki én most már olimpiai bajnoknak készülök, ugyanúgy leállsz egy kicsit jopofizni a 8 éves kisfiúkkal, a te korosztályoddal és az idősebbekkel is. Tehát ez mint egy nagy család olyan. Abszolút. Hát a finnesek azok kifejezetten nagy család, de alapvetően igen, imádom ezt a környezetet, ebben nőttem föl, és ez nem fog megváltozni. Pénteken elindulsz Ausztráliába, ahol jön majd a világbajnokság. Egy picit még azért beszéljünk az elmúlt 3-4 hétről, bő egy hónapról, hogy minden úgy sikerült, ahogy tervezted? Abszolút igen. Az edzőtáborunk helyszínét, Görögországot speciálisan azért választottuk, hogy a világbajnokságra készüljünk fel, hasonló körülmények voltak ott az edzésen, mint amire számítunk Melbourneben a világbajnokságon. Egy nagyon eredményes edzőtábor volt, igazából elég sokat tanultunk, gyorsultunk is, úgyhogy szerintem amiért oda mentünk, azt megkaptuk, azt elértük, azokat a célokat, amiket kitűztünk, azokat elértük. Úgyhogy ez volt a lényeg. Azóta ugye hazajöttem 3-4 napja, és gyakorlatilag holnap megyek tovább. Úgyhogy nagyon sűrű lesz ez az évem, de hát ezt tudtuk, hogy ilyen lesz. És karácsony szentestére fogok hazaérkezni a családom körébe. Remélem, hogy hozok is valamit. A következő 3 hónapban Melbourne lesz gyakorlatilag a vitorlázásnak a fővárosa. Tehát ott egymást váltják majd a világbajnokságok, ez pont a ti, a finnesek Gold Cup-jával, világbajnokságával kezdődik. De igazából már most hétvégén jön az első finnes verseny, aztán a jövő hétvégén is, tehát szerintem ott már bekapcsolódsz, nem? Azon már indulsz, vagy azon sem? Hát valószínű, hogy el fogunk indulni a versenyen, hisz mindenki gondolom részt fog venni, az egy nagyon jó edzés lesz. De nem fogjuk azért véresen komolyan venni, tehát hogyha olyanok lesznek a körülmények, akkor nem fogunk egész nap a futamokra várni. Itt azért a hangsúly azon lesz, hogy a világbajnokságra tisztességgel felkészüljünk. Tehát ha be kell áldoznunk egy-két futamon a tesztversenyen, akkor befogjuk. Igazából jó edzés lesz. Úgyhogy igen, mindenki oda lesz, mindenki délen van most. Számodra mennyire ismeretlen táj ez az egész Melbourne és környéke? Így vízileg, szélileg? Egyszer versenyeztem ott, még lézeres koromban, 2008-ban. Nem tegnap volt? Nem tegnap volt. Annyira nem ismerem a pályát, hogy mire számíthatunk, de én úgy gondolom, hogy bármi jöhet, nem fog meglepetésként érni minket, szerintem felkészülten fogunk érkezni. Ami még érdekessége lehet ennek a világbajnokságnak, hogy jó néhány versenyzőnek, például Ausztrálnak is, ez még kvalifikáció az olimpiára, szinte az utolsó lehetőség. Vannak olyanok, akik már biztosították a helyüket, valószínűleg más lesz a nyomás rajtad, mint a még kvalifikációért küzdőkön. Plusz el is mondtad még szeptemberben, hogy igazából neked Enoshima volt idén a főverseny, de ezzel együtt azért gondolom egy világbajnokság, főleg színvédőként az világbajnokság. Hát abszolút. Továbbra is úgy gondolom, hogy ez a legnemesebb finn verseny, ami lehet a Gold Cup. Az idén se lesz másképp. Alapvetően tényleg csak az ausztráloknak és Óceániának lesz válogata, ez igazából csak az ausztrálok között fog eldőlni, hogy ki fog az olimpiára menni, ha megy valaki, mert hogyha nem lesznek első 8-ban, akkor nem indul ausztrál versenyző az olimpián, ami eléggé rendhagyó lenne, de van rá esély. Úgyhogy reméljük, hogy így is lesz, mert azért az ausztrálok tudnak jól menni, ha nem lennének ott az olimpián, akkor mínusz egy nemzet. Úgyhogy reméljük, hogy rosszul fognak menni ezen a versenyen. De igen, hát a Gold Cup az mindig is egy kiemelt verseny, és tényleg azért megyek oda, éremért fogok menni elsősorban, az a fő célunk. De hát reméljük, hogy jól fog összejönni a hét, és minden úgy alakul, ahogy tervezzük, és akkor bármi.